Szia, nos, akkor nézzük a regatta OS-t, így az első 1-2 óra használat után, hogy mi is az, ami bevált alapból ahhoz képest, amit ugye ígért az operációs rendszer. Hát az egyik alap ígérete az volt az operációs rendszernek, hogy az itt látható DaVinci Resolve-ot tudjuk használni, ami nem tökéletesen jön össze, méghozzá abból azokból kifolyólag, hogy nem támogatja a GPU-mat, úgyhogy ez sajnos nem működik. Aki még nem ismeri a Regatta OS-t, annak elmondjuk szépen, hogy ez egy OpenSUSE alapú oprendszer, ami KDE felülettel rendelkezik, és alapból RPM-eket telepít, ugye, mint csomag. És hogyha megnézzük, akkor az alap operációs rendszernek a neve Regatta OS 22 Discovery, semmi más egyéb információt nem kapunk. Az alap programról annyit, hogy itt látható a processzor, ugye 4-5%-on mozog, illetve a memóriánk, az pedig 2,6 GB felhasználva a 23,4-ből, és a swapból 600 mega van felhasználva, úgyhogy nem túl sokat zabál. Azt lehet mondani, hogy bármelyik mainstream oprendszer az tökéletesen ugyanezt hozza számunkra, és ugyanezt fogja zabálni, és most akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, hogyha megnézzük, hogy mit tud ez az operációs rendszer a többihez képest. Hát itt van ez a MaxQ nevű program, ami tökéletesen beállítja nekünk a FreeSync-et, a desktopnak az effektjeit, illetve ugye kiválasztható, hogy balanszedet, vagy pedig high performance, vagyis nagy terhelést és kihasználtságot szeretnénk a processzor tekintetében. Itt tökéletesen felismeri a videókártyát, mutatja, hogy hány megahertzen megy, hány fokon megy, mennyi a memóriája, illetve abból mennyi van kihasználva, mutatja a processzornál, hogy hány fokos mennyien pörög, és hogy 23 gigából jelen pillanatban ugye akkor ő szerinte 3 gigát használ. Ez egy nagyon jó kis program, nekem nagyon tetszik ez a megvalósítás alapból. Az már más kérdés, hogy viszont nem minden úgy működik, ahogy kell, de az egyik legnagyobb előnye ennek az operációs rendszernek az nem más, mint a Regatta OS Game Access, amit már mutattam előzőleg is, Epic Games-en semmi nincsen, GOG-nál ugye csak azok vannak, amik alapból elérhetőek GOG.hu-n, de hozzá kell tenni, hogy ahhoz akkunttal kell rendelkezned, és ezek a játékokat nem fogod tudni ingyen letölteni. Ez bizony csak úgy tudod megszerezni, ha már alapból megvan, akkor itt játszhatod. A Battle.net-en is van egy pár program, mint a Hearthstone, Diablo 3, Overwatch és World of Warcraft. A Rockstar-nál már érdekesebb a Grand Theft Auto 5, ugye a GTA 5 és a Max Payne 3, ebből a GTA 5 felrakva és tökéletesen megy is, illetve nem utolsó sorban, ha visszamegyünk, akkor van még egy Originünk, ahol akár hogyha rendelkezünk a PC-s verziójával, ugyancsak ugye a Battlefield.net vagy a Need for Speed Heat-nek, akkor az játszható. Az már érdekes kérdés, hogy vajon miért került külön fül alá a Steam, mint olyan, és hogy miért nem alapból ebben a Game Access-ben van, de ha megnézzük a Euro Truck Simulator 2-t, akkor jelen pillanatban elméletileg tisztán halva engem tökéletesen el is indul a játék. Most direkt nem vállaltam fuvart, úgyhogy elméletileg itt vagyunk, ugye? Nézzük a kis kamionunkat, illetve a cégünk nevét, hogy Ice Runner, és két darab kamionunk van, meg két darab sofőrünk van, és jelen pillanatban majd 14 millió forinttal rendelkezünk egy garázsbővítés, meg egy kamionvásárlás után, ugyanis az egyik kamion ugye egy Volvo, a másik meg egy Scania, mint olyan. Nézzük is meg, ugye? Itt van Scania Streamline és Volvo FH van nekünk. Jelen pillanatban levezetett a sofőrünk 1766 km, nagyon jó neve van, és 402 000 forintot keresett. Hát annyira nem mondanám, hogy fantasztikus emberről beszélünk, meg egy kicsit gyengébb kamionnal rendelkezik, de hát ez van. A további teszt még, ami magára várat, az az, hogy megnézzük, hogy mondjuk a
rendszer stabilitása az tényleg meg is marad-e vagy sem, illetve hogy mik azok, amik még elérhetőek, hiszen itt már láthatod, hogy az Edge fel van pakolva, és az internet fül alatt látszik, hogy a Brave is fel van pakolva, és maga az OBS is alapból elérhető itt a Software Központból, illetve elérhető többek között ugye a Kden Live is, mint olyan, vagy a Google Chrome, hogyha arra adnád a fejed, hogy azt használd, akkor azzal se lesz gondod, meg az ilyen alapok, hogy GIMP, meg KubiTorrent, meg Netscape, meg ez, vagy Inkscape, bocsánat, meg Krita, ezek mind elérhetőek, úgyhogy használhatóak is tökéletesen, és nincs is velük semmi probléma. Alapból ugye nekem túl sok játékom itt Steamen nincsen, hogyha megnézed. Itt ugye most csak a Linuxos pingvines játékaim vannak. Ennyi játékom van összvíz, ha ezt kinyomom, akkor meg jóval, te több. Viszont ami nem megy, az az egyik a Dying Light, illetve az Insurgency, vagy hogy az anyja valagába mondják, Insurgency, talán, na mindegy. Szóval ők nem hajlandóak elindulni, és nem is akarom őket javítani, úgyhogy rájuk úgy, ahogy van keresztet vetek, és hozzá kell tenni, hogy amúgy a Resolve-ot is elengedem, hiszen ha nagyon akarom, akkor még mindig ott a 120 gigás SSD is fogom, és fölpakolom rá Windows 11-et, és az alól fogok játszani, illetve pörgetni a videóvágó szoftvert. Úgyhogy röviden ám, de velősen így az első 1-2 órában tökéletesen pörög az oprendszer, és 90%-ig be is váltja a hozzáfűzött reményeket, olyan szemszögből is, hogy ugye a GTA 5 az tökéletesen elindul, nem tudom, hogy ez fog-e most jelen pillanatban indulnia, vagy sem. Megpróbáljuk őt bevarázsolni ide a videóba. Lehet, hogy aztán nem fog. Sose lehet tudni, mert most nekem így nagyon fagyós történetet mutat. Hát, ez. De, megy. Most kapcsolódik a Rockstar szerverekhez, és már be is hozta, és megnézzük, hogy mi van. Okézzuk, és loadingol, ez már jó jel. Az már más kérdés, hogy mondjuk a GTA 4 az Steamen keresztül nem letölthető, úgyhogy az nem megy, meg itt jó kérdés, hogy mondjuk a hangunk az mennyire fog hallatszani úgy, hogy alapból nem húztuk le itt a hangot, úgy, mint a RTS 2-be. De láthatod, hogy maga a játék az elindul, és hogyha idáig eljutsz, akkor elméletileg ugye már betölt maga a játék is. Úgyhogy én, hogyha betöltött, akkor ki is lépek, és hagyom őt békébe. De látható, hogy Linuxon tökéletesen betölt ezt nekem eddig elérni, még nem sikerült, hogy egy Linux alatt elindítsam a GTA 5-öt. A másik játék, amit majd fölrakunk, azt mondja, vegyem meg. Hát Steamen megvettelek, öcsém. Miről beszélsz? Meg valami Red Dead Online. Ja, a San Andreas az. Persze. Pörög. Megvan így a Steam-es verzió is, meg az Apple-ös is. Úgyhogy ha egyszer sikerül majd a Apple-gépet 61 évesen venni, hozzáteszem, most vagyok, vagy leszek 40, akkor majd 21 év múlva meg lesz, és úgy akkor arra föltesszük a San Andreas természetesen, akkor még emlékezni fogunk erre a játékra. Úgyhogy röviden ám, de velősen ennyit az első tapasztalatokról. Eddig stabil minden, aztán majd megnézzük későbbiekben, hogy mi a helyzet. Pápá! Pá.